Szeptember 1-én lépett életbe több éves türelmi idő után a menzarendelet, melynek értelmében kevesebb zsír, cukor és só, több zöldség, gyümölcs és rostban gazdag étel kerül a tálalókba. A 12. kerületi óvodákat és iskolákat ellátó FH Gasztró dietetikusa elmondta, ők lépésenként vezették be a változtatásokat, hogy ne legyen éles az átmenet. Amiben még nagy változást jelent, ez a só kérdés, ez a kardinális só kérdés. Ez az óvodai viszonylatban nagyon meghatározott mennyiség lehet, úgyhogy a beszállítókkal karöltve már sócsökkentett péksütemények, zsemlék, kiflik készülnek, aminek az ízét szokni kell. A só mellett a cukor és az édes szénsavas üdítők is tiltó listára kerültek. Csak és kizárólag olyan édességet adhatunk, ami egyharmadrész túrót vagy egyharmadrész gyümölcsöt tartalmaz. Úgyhogy a klasszikus menza étel, a grízes tészta, az kikerül az étlapokról. A jogszabály értelmében az egymást követő 2x10 élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal fordulhat elő. A közétkeztetési reform másik fontos része, hogy bővült az ingyenes étkeztetésre jogosultak köre. Az óvodákban és bölcsödékben országos összesítésben a gyerekek 90%-a ehet ingyen, a rászorultságtól függően ettől a tanévtől kezdve. Díjkiosztóval zárult az idei budapesti nyári fesztivál. A Városmajori Színházi Szemle előadásai kaptak elismerést. A zsűri, valamint a közönség szavazatai alapján a Szemlére meghívott 7 vidéki produkció mindegyike kiérdemelt valamilyen díjat. A Városmajori Színházról annyit érdemes tudni, hogy a közszínházak, amikor bezárnak itt Budapesten, amelyek különböző műfajokat is képviselnek, a prózát is természetesen, akkor a Margit Sziget és a Városmajori Nyári Színházak veszik át a stafétabotot, és itt a Városmajorban azok a prózai előadások kapnak lehetőséget, helyet, amelyek nem Budapesten találhatóak, illetve vagy bemutató előadások. A zsűri szerint a Miskolci Nemzeti Színház előadása, a Tóték volt a Városmajori Szemle legjobb darabja. A közönség pedig a debreceni Csokonai Nemzeti Színház Istent a falra festeli című darabját választotta kedvencének. A rendező Mészáros Tibor színészként ismert, nemrégiben ő vehette át a Hegyvidéken alapított Kaszás Attila díjat is. Az Istent a falra festeni című darab az első rendezése. Valóban van igény rá, hogy előadásokat lássanak, vidéki előadásokat pestiek is. Saját tapasztalatban tudom, a kollégák nagyon örültek neki, mert egyszerűen nem volt idejük eljönni, és a nézőkről is tudom, hogy többen kinézték maguknak, de voltak, nem tudott eljönni. Szóval nagyon, amellett, hogy üdeszünk volt nekünk, nagyon fontos ez, hogy részt vehettünk, és megtiszteltek minket azzal, hogy ezt az előadást itt eljátszhattuk. A Városmajorban díjat vehettek át a Bernarda Alba háza, az Édesanna, a Magyar Elektra, a Figaro házassága és a Vitéz Mihály című előadások szereplői is. Távolról nézve festményeknek tűnhetnek, közelebbről szemlélve viszont nagyon is jól látszik, hogy Szamódi Zsolt festői képei fényképezőgéppel készültek. A Barabás Villa galériában kiállított Szóelve című sorozat a 90-es évek elején született. A fotós ugyanis egy nemzetközi művésztelepen vett részt az olasz városban, a modellek helyett azonban egy titokzatos várkastély kertjét örökítette meg. A Szóáve című sorozat még jóval a digitális fényképezés elterjedése előtt készült, a művész különleges technológiát használt fel a képek elkészítéséhez. A maga hordozó anyag az akvarellpapír, amit én fényérzékenyítettem, akkor még létező Forte gyár, a fényérzékeny fotoemulziójával, és itt nagyon fontos a szabad felület, mert ezeket a saját kézzel ugye fölkenem az emulziót, és akkor azt 5 napig szárítani, tehát meg kell szárítani, és 5 napig érlelni kell, hogy az használható legyen. És ehhez nagy felületek kellenek, hogy ott a sötétben ki legyenek téve ezek a lapok, és ha így elkészült, akkor ugyanolyan, mint egy régi hagyományos fotópapír, csak annyiban különbözik, hogy itt látszik az én kezem nyoma, az ecset. A kiállítás szeptember 27-ig lesz látható a Barabás Villa galériában.